No. Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon, ez már a második videónk. Már nagyon-nagyon sokan és nagyon-nagyon régóta szerettetek volna egy ilyen napi vlogos videót Gritikével, úgyhogy én ezt ma megcsináltam. Nagyon mókás volt fölvenni, imádtam csinálni, szerkezgetni, úgyhogy jó szórakozást kívánok nektek hozzá! Jó reggelt! Apuci reggelizik. Gritike, mit csinálsz? Ezért ágyaztam meg. Ne horkolj! Szia! Gritikének most bundáskenyeret fogok készíteni, mert az már nagyon régen volt, úgyhogy vágjunk is bele. Tedd bele ezt, jó? Esd bele oda a tálba. Úgy. Oké. Jó. Ez csak így szól. Finom a só! Gritike elintézte a kanalat. Eltörted. Hát semmi baj. Gyere. Istenem. Semmi baj. Meghoztam a kenyeret. Puszitáció. Szeretlek én is. Fini? Én meg vettem tegnap egy ilyet. Az a neve, hogy gabonaség, kókuszos. DM-be vettem. És meg fogom kóstolni. Hideg vizet kell hozzáadni, össze kell rázni. És akkor már lehet is fogyasztani. Megnézzük. Nézzük ezt a híres. Ahogy egyre többet szagol, egy jobb. Na, csöpög még a tököm is. Jó kókuszos, intenzív idő. Jól lakta. Vagy meddig a szakom? Egyébként úgy gondoltam ma, hogy darált húsos, tejszínes tésztát fogok készíteni, úgyhogy majd abban is egy kicsit részt vehettek. Nem tudod. Semmi baj! Most pedig fel fogunk öltözni. Gréta! Halló!
Csinos vagy. Összekötjük így. Jó, de csinos lesz. Egy kicsit felbe. Na most jó. Azt a mindenit. Te borzasztóan csinos vagy. Ez igen. Nagyon csinos. Még rájutottam oda, hogy falat mossak. Kész! Te pedig egy gyönyörű... 8:30 felporszívoztam és elpakoltam. Majd mindezek után elraktam a száraz edényeket és elmosogattam. Kutyus, tedd oda a testét. Ügyes vagy. És a Bari, nézd csak ide, tedd. Így nézd. És itt van a teste. Úgy. Fordíts rajta egyet, így. Kész. Csukd be, csak ne, csak szépen. Közben elkezdem csinálni ezt a darált húsos tejszínes cuccot. Most összevágom a hagymát és beleteszem abba az edénybe, amit meg fogom főzni természetesen. Ezt kidobjuk. Miután felvágtam a hagymát és kifolyt a fél szemem, felrakom a gázra. Nézd, itt van. Itt a sokó. De nem semmi vagyok. Itt van 10:30 és kész van a kaja. Na jó, majdnem kész, mert még a tészta fő, de ez már full kész van, és isteni finom íze van. Csak én szoktam meginni a főző tejszínnek az alját. Nagyon szeretem az ízét. Közben bekevertem egy gyors fasírtot, mert a férjecském annyira nem szereti a tejszín, ezt amit csináltam, ezt a tejszínes darált húst. Úgyhogy vettem egy kilós darált húst, és akkor a felét megcsináltam nekünk Rétikével, aki már kevertem be fasírtat, úgyhogy ezt majd a sütőbe egybe kisütöm. Hát nagyon korán reggeliztünk, ezért úgy döntöttünk, hogy most fogunk enni, majd én is nem sokára eszek. Először majd Rétikét megetetjük. Na milyen? Finom! Kérek egy puszit, ha finom. Köszönöm! Kerekecske, dombocska. Itt szabad a nyilacska! Másik. Kerekecske, dombocska. Itt szabad a nyilacska! És itt van anya. Nagyon jól néz ki amúgy. Fuck.
Csikis. 3:11 van. Mi meg ebédelünk. És akkor elgondolkozok, hogy miért van akkor a belem. Egyszer élünk. Mivel láthatjátok, hogy majdnem 27 fok van a lakásban, Grétikének is nagyon melege van, szóval mindjárt engedek neki egy kád vizet, és berakom pancsolni. Csinos vagy. Csinos. Csinos? Júj, de csinos ez a kislány, azt a mindenit. Nagyon jó a dolgod van. Hát hallom, alszik, mert olyan 12:30 és 1:30 között szokott aludni, és most van 12:30, vagyis hát nem soká, hogy meglátjuk, elég fáradtnak tűnik. Grétike elaludt, én pedig megittam egy szőlőlevet, és megnéztem az Anikó show másik felét. Majd egy fél óra pihenő után nagyjából összerámoltam a konyhában és a nappaliban. Nos, Grétike alszik egy jó nagyot, én meg eszek egy jó nagy adag dinnyét, meg pihenek egyet. Ja, természetesen közöbb Balázsot fogok nézni. Na, akkor megyek, és most egy kicsit offolom ezt a videózást, pihenek, nézem a Balázsot, aztán a Grétike fölkelt, visszatérek. Jó reggelt kívánok! Jót aludtál? Mesi. Teszteled a puci fasírtját? Úgy döntöttem, hogy kimegyünk Grétivel, mert most elállt az eső, és minden csupa sár, meg minden csupa víz, úgyhogy szerintem nagyon fogja élvezni, már voltunk kint múltkor gumicsizmába, hogy most is ráadom a gumicsizmáját, és megyünk pancsolni a sárba. Júj, de szép vagy! Grétikét megfürdettem, mert csurom sár volt, minden a tiszta saras lett. Vágtam neki össze barackot, és most azt teszi. Nagyon imádja a gyümölcsöket. Nem sokára 17:30 van, majd lehet, hogy elmegyünk sétálni, aztán eszünk és pancsizunk. Gyere, csúcs bele! Na most van 6:45, és úgy döntöttem, hogy eljövünk sétálni, mert nagyon-nagyon jó idő van. Szuper a levegő is. Grétinek is jó kedve van, még nem olyan álmos. Úgyhogy eljöttünk sétálni egy kicsit Szegléden. Küldjél puszit! Milyen állat van olyan még ott? Olyan. És még milyen állat van ott? Cica. Cica. Hát az farkas, de majdnem. Okos vagy. De megyünk haza, jó? Olyan. Na most már megy le a napocska. Na. Elérkeztünk a vacsorához. 7:30.
Fárasztó volt ez a mai nap. Sok mindent csináltam Rékivel. Egy csomó részt, amit együtt csináltunk, nem tudtam felvenni, mert azért nem tudok mindent levideózni, az a baj. De a napunknak a nagy részét és a fontosabb részeit próbáltam nektek levideózni. Rétika egy kis mókamester imádni való. Csess ládika! Kincses ládika! Mondja! Tapsoljunk! Tapsi, milány! Fújod? Ügyes vagy nagyon. Szeretnek. Anya meg ilyet fog enni. Az kétszer sült, az a neve. És ez a fajta nagyon finom. Ez a kedvencem. Isteni, bármivel, tejföllel, édesen, vajjal, te a vajjal, nagyon finom, meg mivel? Amúgy mi a tököm az? Ja, tudom, padlizsánkon. Meg ajvárral is nagyon finom. Jót tett ez a friss levegő, úgy látom. Jó. Vizet kapsz már csak este. Istenem! De szeretek lenni. Gréta, ez török volt-e? Nem volt nehéz, mert az apja is szeret lenni, meg én is. Piros. Melyik a piros? Piros. Jó vagy? Piros. Melyik a zöld? Zöld. Jó vagy? Cica. Melyik a cica? Cica. Igen. Nagyon ügyes vagy. Orszarvú. Orszarvú melyik? Orszarvú. Szuper! Na most parancsizunk rendesen. Most már nem bikinibe. Ha megparancsiztunk és felöltözött, akkor újra jelentkezem. A nappaliban felkapcsoltam a fényeket, majd bementem Gréta szobájában, és nála is felkapcsoltam az éjjeli fényt. Menjél a szobádba ügyesen! Grétike már vissza a tejcsijét. Ezt szoktam neki esténként olvasni, nagyon aranyos kis könyv. Na, most van 9:30, ő 9:45-kor aludt el Grétike, én gyorsan megfürödtem, elég fáradt vagyok már. Nagyon sok mindent csináltunk ma. Közben most nézem az ünneprontok ünnepét még, meg elvégzem az utolsó simításokat a videón. Aztán ennyi. Ilyen egy napunk, egy átlagos napunk. Na, puszi nektek! Hát ennyi lett volna ez a kis videó, remélem nagyon tetszett nektek. Hát, láthatjátok, ilyen egy fiatal édesanyja élete. Nem könnyű, de nagyon munkás. Ha tényleg tetszett nektek a videó, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, kövessetek TikTokon és Instagramon, hogy ne maradjatok le semmiről, és végül, de nem utolsó sorban, várom a következő videó ötleteket kommentben. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. További szép napot kívánok. Sziasztok!